Gördeszkával, rollerrel, BMX-el vették birtokba a gyerekek az október 1-én átadott skateparkot Szekszárdon. Régi vágya volt az extrém sport szakosztálynak, hogy egy olyan helyet hozzanak létre, ahol a BMX-esek megfelelő körülmények között hódolhatnak a freestyle kerékpározás örömeinek. Az igazi büszkeség a félcső, amiről már évek óta álmodtak a sportolók. És az első, amit fel akartunk újítani, ez a kb. 26 darab elemből álló félcső. És ez ugye most elkészült, most szeretnénk, hogyha azért talán az október, a novembert már nem gondolom, de az októberbe lehessen használni, tehát tudják használni, és emellé feltottuk ezt a régebbi szekszádi fanboxot, még oda ráerőltettünk egy ilyen nagy visszafordítót. Tehát tulajdonképpen három elem van, ami most ebben a pillanatban használható, de mivel elkészültünk a félcsővel, most már a többi kisebb elemmel sokkal gyorsabban fogunk haladni, és szépen átadogatjuk őket, tehát úgymond, hogy szépen kirakjuk őket, és lehet majd használni. A parkot Szentes Áronról nevezték el. Ő volt az, aki a 80-as években népszerűsítette a Tolnai megyeszékhelyen a BMX-ezést. Mivel meghatározó alakja volt annak, hogy ez a sportág beépüljön az akkori fiatalok életébe, így jutott a sportközpont vezetősége és Koszorú Csaba arra a döntése, hogy az egykori extrém bringás nevét viselje a létesítmény. Korábban a 80-as években mindenkinek ilyen Csepel BMX-e volt, talán az idősebbek még emlékeznek, viszont ő kapott a testvérével Bálinttal az apukájától külföldről attól a BMX-et, mert nagyon komolynak számított. Ez 88-ban volt, bukós isakkal és egyéb dologa. És tulajdonképpen onnan kapta a magazinokat is, és ő osztotta szét ezt a srácoknak, és innen ered az, hogy akármelyik régi BMX-essel beszélek, visszautal Áronra. Az esős idő ellenére sokan összegyűltek a délelőtti programra, majd az ünnepélyes átadó után a fiatalok birtokba is vették a szekszárdi sportközpont szomszédságában helyet kapó létesítményt.